versus Cat. Hörcsörögés. Képzeld csak, Mr. Cat! Kipróbálom az új zöld lány első segélykészletemet, és rajtad fogok először gyakorolni. Hurrá, sikerült, igen! Bevettek! Sikerült! Hová, macska fiú? A hónap balfácánjai klubba? Inkább az évszázad balfácánjai, haver! Az űrutazó táborba! Kipróbáljuk az űrrepülő kilövő szimulátort! Kapunk űrruhát, ami rajta lesz a nevünk! Űrhajós kaját fogunk enni! És addig forgunk a centrifugában, ameddig nem hányunk! Mi is elmehetnénk, ha akarnánk, de nem akarunk, ugye? Nem, hát az a tábor kreténeknek való, öcsém! Aha, jó tanuló kreténeknek, akik lökhajtásos ruhában röpkednek! A lökhajtásos ruha kreténeknek való! Igaz, Lon? A lökhajtásos ruha tök szuper, haver! A gyaloglás való a kreténeknek! Szálljatok be, hazaviszlek! Első ülés! Szóval újra találkozunk a macska ellenségem. Az édes bosszúról szőtt álmaim nem sokára... Találtam egy hörcsögöt! Leszállás! Lemaradok a sorozatomról! Azt a rondaságot tartsd a garázsban! Ó, kegyetlen sors! Fegyvertelenül egy rakás garázslakó ősember fogságában. Hiszen ezeknek kisebb az intelligenciájuk, mint a higiéniai szintjük. Na jó, ha Suzynak van 12 almája, és te elveszed a felét, hány almája marad Suzynak? Az attól függ, hogy kinek kell hánynia. A sárgarépa szentségét! Hat! A megoldás hat! Ha, egy beszélő hörcsög, aki tud számolni! Én leragadtam ott, hogy beszél! Igen, beszélek. Elvarázsolt számtan hörcsög vagyok. Megcsinálom a leckéteket cserébe a szabadságomért, és bármennyi tartalék plutóniumért, ami esetleg maradt. Milyen plutó? Nem érdekes. Parancsolj, hörcsike! Sok siker! Idióták! Na, akkor lássunk végre munkához. Lor nem csak 100%-osan tökéletes matematika leckét írt, hanem csatolt hozzá egy olyan részt, amit én se értek. Azt hiszem, ez a fekete lyuk a elméletének továbbfejlesztett változata. Beadtam magánkutatásomat is! Tudom, mire gondoltok, de annyira fejlett volt, hogy még az interneten se találtam meg. Úgy látom, nekünk két csoda gyerekkel van dolgunk. Mi? Fiúk, szeretném, ha részt vennétek az idei űrutazó táborba, mint az én személyes kísérleti személyes vendégeim. Wow. A legmodernebb labor felszereléshez juthattok hozzá. A legmodernebb modern labor? Lám, lám. Minden sötét felhő mögött lapul egy gonosz villám. Ez vagy fahé az apkása volt, vagy hotdog mindennel. Ha nem jössz rá, újra megkóstolhatod a centrifugában. Megjöttek, itt vannak! Figyelem, űrkadétok! Minden tevékenységet felfüggeszteni! Amíg Lorne és Harley megosztja velünk többenetes zsenialitását! Na, kapcsoljátok a zöld kondenzátort a fotoncsillapítóhoz. Tekerjétek a zöld drótot a kis fényes bigyó köré. Óvatosan! Egy rossz mozdulat és mindannyian galaxis távolságra szóródunk szét. De ugye ez nem valami veszélyes dolog. Csak ha a megfelelő kezekbe kerül, fiacskám. Készen van! Bámulatos! Na jó, tudós krapekok, kész vagyunk! Én nem látok semmit. Talán láthatatlan? Speciális szemüvekkel?
úgy értettük, megvannak a szükséges alkatrészek, igaz, Lon? Igen, már csak a zseniális agyunkat kell használni, hogy összerakjuk. Aztán lángot viccet, meg versenyautó csíkozást teszünk rá. Sose jutunk hozzá a lökhajtásos ruhákhoz. Ami? Hová lett a csodahörcsög? Nézem, sincs haver. Na és mit építettünk? Ne tőlem kérdezz, testvér, te vagy a gyerekes zseni. Kösz, hogy tönkretettitek az űrhajós tábor, Jenik! Mi se vagyunk! Nem minket hibáztas, hanem azt a két kulacsos hörcsögöt! Sose veszít szem elől egy beszélő hörcsögöt! Mind gonosz! Beszélő hörcsög, ha? Ezek tényleg az űrből szöktek? Gyere, Dennis, menjünk haza! Ennek semmi értelme! Jól bekötözzük a kis cicát, a kis cicát, a kis cicát! Jól bekötözzük a cicuskát, mert megsérült ma reggel! Jaj, ne! Elfelejtettem levegőnyílást hagyni a betegnek! Sose kapom meg az első segélyjelvényemet! Mr. Cat! Máskor légy óvatosabb, buta cica! Ígyni! Most fertőtlenítjük a bibit, és szépen bekötözzük. Sikerült! És bele se néztem a könyvbe, ezt elmondom apucinak. Most utoljára találkoztunk. Ez tök gáz volt. Mázli, hogy megtarthattuk az ugróruháinkat. Kár, hogy az enyémre tenisz van írva. Nézd! Bemutatom az én új kvantumi kroki egyenlítőmet, vagy egyszerűbben kifejezve az apró fekete lyuk csinálómat. Lornáiknak tényleg volt egy gonosz beszélő űrhörcsögük. Miután titeket megsemmisítelek, mi hörcsögök vesszük át a hatalmat. Nem gátollak a gonosz macskafélék. Hány ilyen gonosz földgyűlölő házi kedvenccel kell még megbirkóznunk? Aztele vissza, cicus! Mi? A mindenit! Ez minden ismert fizikai törvénynek ellenáll! Dennis, kapd el! A fenébe! Úgy tűnik a jelenségnek korlátolt élettartama van. Akarsz még? Ég veled, Mr. Cat! Megyek az első segélyjelvényemért! Na, csak nem Millie az, aki régen vigyázott rám az iskolában. Ó, ki szereti, ha dörzsölik ezt a pici fejét? Simogastak rossz irányba, rendben? Kívánj szerencsét! Hú, de borzasztóan izgulok! Ki van ott? Szembekötősdét játszunk? Láttad ezt? Megmentettem Millit. Mit csináljunk? Mentjük meg Ketet, mert megmentettem Millit, vagy megszabaduljunk örökre a lila veszedelemtől? Mit csináljunk, Dennis? Itt vagyok, pupák! Ó, reggel utálni fogom magam. Támadás! Amatőr! Ki a golfogtatód? Egy rozsdás kapu? Ez az! Ördögi ütés volt, Krúg! Egy ütésre betaláltam a fekete lyukba. Tudtam, hogy szeretitek egymást! Mosolyogni! Na jól van, srácok! Készen vagyunk! Klassz versenycsíkozás! Kapcsoljátok be! Döbbenetre felkészülni! Kinek kell beszélő hörcsög? Ha bűzbombáról van szó, Harley meg én igazi zsenik vagyunk! Hagyjátok vissza a köpenyeteket, de tüstént! Egyszerre kaptam meg az első segély és a fotójelvényemet is! Gratulálok, kicsi édes krumplin! Ez
Ez nem történt meg, nem! Vissza kell térnem! És azt a kotnyeles kúpat is felírom a bosszú listámra! És persze Millit is! Kérem, állhatom Millit! Na, meg azt a két bunkót, Lont és Harleyt! Nem felejtem el őket! Mr. Hörcsison sem felejt! Szülinapi zavar. Megérkezés! Boldog szülinapot! A Bucvili Neon Bowling pálya! Elcseréltem egy lábgombaszprét egy délutánra a bowling pályán. Ha születésnapról van szó, nem sajnálom a kiadásokat. Utcai cipőben tilos a pályára menni. Készen álltok a Neon Bowlingra? Ne keseredj el, a másodikkal mindet le fogod tarolni. Próbáld újra. Még egyszer, próbáld újra. Ugye mi vagyunk a legszebb pár? Vagyis köszönöm, de éppen személyes csúcsot akarok felállítani, és nem akarom elrontani egy új golyót. Igaza van Coopnak, ha formában van az ember, ne cseréljen golyót! Fiona! 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 Coop, gyerünk, kívánj valamit! Kívánsága teljesült! Itt vagyok, Coop! Majd én felvágom a tortát! Hoppá! Torta! Fedezik be! Visszatartom őket! Egyetek pisztáciát! Lefagy az agyam! Gyerekek, kakarítsatok össze azonnal! Ments meg nekünk egy kis fagyit! Ez az! Boldog szülinapot! Na hát, köszi, Fiona! Ez Phoebe szeme, akire ránéz, kővé változik! Az én ajándékaim nagyobbak! A hét mindennapjára más színű sisak a drága fejedre! És nem buli a buli lufi nélkül! Kösz, nem! Allergiás vagyok a hélió! Meg vagy! El a kezekkel! Havert nem szabad elhagyni! Ezekre szükség lesz! Csodálatos! Fantasztikus! Gyerünk, pajtikáim! Dobjunk ki mindent, ami nem kell! Az csak süllyedő hajon szokás! Erre biztos nincs szükség! Hé! Elég a kidobálásból! Túl könnyűek leszünk! Ajaj! Uha!
jól vagy, Fiona? Persze! Segítsen valaki! Valaki, aki kúp! Gyalog kell menni! Ez tök nevetséges! Hey, merre van a lift? Nem látom! Mindenki itt várjon! Kúppal elmegyünk segítségért egy hosszú romantikus sétára! Imádom a hosszú hegyi kirándulásokat! Mitől ijedtél meg? Egy grizzlitől? Rosszabbtól! Phoebe szeme! Ez az emelt fel határozottan, hátralendítés, elengedés és... Nem ártana javítanod az edzési módszereden, apu? Túllépte a megengedett hibát! Fel kell szerelnem a gyerekvédő ütközőket! Ne! De! Ne! Én ne csináld! Nem vagyok! De! Küldök még egy adag lábgomba írtót. Annyira lemaradtál a tájban gyönyörködés miatt, hogy gondoltam, szólok, hogy melyik a helyes út. Köszönöm, Phoebe, eltévesztettem volna. Szívesen, Fiona! Zsák utca! Gratulálok, szülinapos! Miért ott eltévedtünk, pancser? Itt vagyok, Coop! Hiányoztam! Hol van Fiona? Fiona? Mi van ezzel a Fionával? Srácok! Megtaláltam az utat, menjetek vissza és át a barlangon! Kösz, Phoebe! Coop, megnézem, nincs-e valami kaja a fűrészmalomban. Lorne és Hardley kezdenek éhesek lenni. Gyerünk, srácok, vége a kajaszünetnek! Segítek, Fiona! Ahogy a barlangban segítettél? Köszönöm! Úgy kell neked! Azt hiszem, számíthattam erre. Gyerünk, Coop! Igyekezzünk már! Várj, hol van Fiona? Milyen romantikus kilátás! Úristen, menj onnan! Ó, de szuper! Egy ősi vízi csúszda! Senkit nem hagyunk ne. Hátra! Ne. Vigyázz! Vigyázz! Most, Lorni! El kell tollaszolnom! Ne! Mutatja, hogy szeret engem. Megmentettelek, én nem. Dehogy nem. Igazi hős vagy, Coop. Az én hősöm. Csak az enyém. Miért mondtad ezt? Hát, Phoebe, vagy szörnyen bele van zúgva Coopba, vagy azt akarja, hogy én zúgjak le innen. Hát,
Tényleg megcsináltad? Jó sokáig eltartott, amíg kitakarítottatok a kajacsata után. És itt vagy, Mr. Cat! Nekem remek napom volt, és neked? Nagyon klassz buli volt, Coop! Nem sokára újra eljövök! Rabolj, ne neszel! Phoebe szeme! Feküdj! Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Nemes László, vágó Völler Ágnes, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Disney Character Voices International megbízásából a Digital Media Services